Köszönjük, képviselő úr. Most megadom a szót Hón Krisztinának, az LMP képviselőcsoportja vezérszónokának. Köszönöm a szót. Tisztelt országgyűlés, az LMP frakció elkötelezett a fenntartható, megfizethető és biztonságos energiaellátás mellett. Tudjuk, az üvegházhatású gázok kibocsátása hazánkban 2013 óta 12%-kal nőtt. Paks 2-vel súlyosan elutasítják az országot, és kiszolgáltatják az orosz érdekeknek. Sajnos gátoljuk a megújuló energiaforrások nagyobb mértékű térnyerését, hiszen az atomenergia és a megújulók nem illeszthetők jól egy rendszerbe. Önök is tudják, hogy elkerülhetetlen lesz a mátrai erőmű bezárása is. Sajnos a szélerőműveket betiltották, a napelemekre külön adót vetettek ki. Nem csoda hát, hogy az államtermelésen belül mindössze 7% a megújuló energia aránya, amivel szégyenszemre EU sereghajtai között vagyunk. A teljes energiafogyasztáson belüli megújuló részarányt pedig csak úgy tudja teljesíteni az ország, hogy az illegálisan kitermelt tűzifát is beleszámolják. Teljes paradigmaváltásra van szükség. Az energiafogyasztást csökkenteni kell, a szemléletformálás, a gazdasági ösztönzők az energiahatékonyság útján. A megújuló energiaforrások arányát radikálisan növelni kellene, azon belül is elsősorban a szél és napenergiát. 2050-re el kéne érni, hogy az ország klímasemleges legyen, és teljes mértékben megújuló energiaforrásokat használjon. Nézzük, hogy az előttünk fekvő törvényjavaslat segíti-e ezeket a célkitűzéseket. A javaslat célja alapvetően jogharmonizációs, a különféle energiagazdálkodási területen született friss EU-s rendeletek átültetése a magyar jogrendbe, mint ahogy ezt hallhattuk korábban. Ezen kívül kisebb, nem jogharmonizációs módosításokat és pontosításokat is tartalmaz. A legtöbb módosítás támogatható. Külön kiemelném, hogy a villamos energiáról szóló törvénybe bekerül az okosmérő és a rugalmas árképzés, ami segíti a rugalmas, decentralizált villamosenergia hálózat kiépülését. A módosító csomagban van azonban két elem, ami aggályos lehet. A földgáz biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítása lehetővé teszi azt is, hogy Magyarország más ország számára tároljon és szolgáltasson földgázt. Vajon milyen nemzeti érdek fűződik ehhez? Ez a módosítás segítheti a földgáz infrastruktúrába történő befektetéseket, újabb tárolók és vezetékek építését, ami klímavédelmi szempontból nem kívánatos. Nem a 20. századi szennyező technológiák további térnyerését kellene segíteni, hanem kiépíteni a 21. századi decentralizált, megújuló alapú új rendszert. A másik probléma a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló törvénymódosításával van. Eszerint az üzemanyag forgalmazók 2020. december 31-éig kötelesek 6%-kal csökkenteni az általuk forgalomba hozott üzemanyagból és más közlekedési célú energiatermékből származó energiaegységre számított üvegházhatású gázkibocsátást. Ezt úgy fogják elérni, hogy növelik a bioüzemanyagok bekeverési arányát. A bioüzemanyagok környezeti haszna vitatott. A nagyüzemi módszerekkel, gépekkel, műtrágya és növényvédőszer alkalmazásával megtermelt alapanyagból gyártott bioüzemanyagból nem nyerhető ki sokkal több energia, mint amennyit az előállítására fordítottak. További probléma, hogy nagy terület igénye van, így más, hasznosabb élelmiszer növények elől elveszi a teret. Az LMP frakció álláspontja szerint a közlekedési eredetű üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését elsősorban nem a bioüzemanyagokkal, hanem az elektromos közlekedéssel való átállással lehetne elérni. Tisztelt országgyűlés! A törvényjavaslat a kétségtelenül meglévő pozitív vonásai mellett nincs összhangban maradéktalanul fenntarthatósági szempontokkal, ezért az LMP frakció a szavazásnál valószínűleg tartózkodni fog. Köszönöm szépen!